Bencsi Szilvia, Random Galéria vezetője ül itt velem szemben. Szia, Szilvi! Szia! Mert hogy megnyitottatok nemrég egy galériát. Így van, pontosan. Hát nagy örömünkre szolgált, hogy meg tudtuk nyitni a saját galériánkat, mert az az igazság, hogy nem mindennapi, hogy egy fotóművész csoport saját galériát tud megnyitni. Körülbelül 2 héttel ezelőtt történt ez az esemény, a galériánk Újbudán a Bartók Béla úti művésznegyedhez csatlakozott, és egy akkori rendezvényhez, a Cseh Tamás emléknaphoz kapcsolódva nyitottuk meg a galériánkat egy Cseh Tamás kiállítással, és hát nagyon boldogok voltunk, mert nagyon sokan jöttek el a megnyitóra, és úgy érezzük, hogy ez egy nagyon nagy lépés a mi kis kortárs alkotócsoportunk számára. Ezt gyakorlatilag magatoknak nyitottátok, hiszen említetted, hogy egy fotós csoport gondolta úgy, hogy akkor itt kiállíthatja a saját képeit. Igen, hát egyrészt nem csak magunk számára nyitottuk meg ezt a teret, másrészt viszont valahol igen, ugyanis a mi fő profilunk az nem a kereskedelmi galéria, ami volt, hanem a kortárs jelenlét a galériák között. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kortárs fotográfiát megmutassuk, hogy foglalkozzunk vele, mert igazából ez egy nagyon fontos része a kultúrának, és a Random csoport, hogy ugye nevén nevezzük a gyereket, tehát ez a Random galéria és nyitott műhely, amiről most beszélgetünk, a Random csoport egy kortárs fotoművészekből álló csapat, akik egyrészt neves alkotók, másrészt aktív alkotók, tehát folyamatosan kiállítanak, és felmerült bennünk az igény arra, hogy legyen egy saját terünk, ahol egyrészt kiállításokat szervezünk, másrészt szakmai programokat. Így aztán nem csak kiállítások vannak, hanem workshopok, szakmai beszélgetések, egy jó tér arra, hogy a fotográfia megszólaljon. Természetesen, mivel most nyitottunk, és az első év terveit készítettük el, elsősorban a saját alkotóink fognak bemutatkozni ebben az évben, de a terveink között a továbbiakban, a jövőben szerepel az, hogy más alkotókat is bemutassunk, illetve hogy a külföldi kapcsolatainkat is felélesszük, és külföldi kiállításokat is elhozhassunk ide. Ez lett volna a másik kérdésem, hogy külföldben gondolkodtok-e olyan módon akár, hogy magyar fotoművészek képeit vigyétek ki külföldre, ne csak azt, hogy a külföldiekét ide hazánkba. Így van. Hát feltétlenül számomra nagyon fontos, hogy ezt a kortárs magyar fotográfiát a világgal megismertessük, mert azt gondolom, hogy ez a kultúránknak a jelenének egy fontos része, és szerintem nagy hangsúlyt kell arra is fektetni, hogy a magyar kultúra az nem csak a hagyományos értékekből, hanem a modern értékekből is áll. És hát ennek szellemében van egy utazókiállításunk, amit tavaly Athénban mutattunk be, idén most októberben Németországban nyílik. Ez egy André kertész és egy kortárs magyar kiállítás együtt, amelyben a Random csoport tagjai állítanak ki André kertész korai munkáival, ami szerintem egy nagyon izgalmas párhuzam, hiszen egyrészt Magyarországról szól mind a két anyag, másrészt pedig ugye egy fiatal és később világhírűvé vált alkotónak a munkái, a mostani fiatal kortársok munkáival, akikből hát reméljük, hogy később világhírű fotósok lesznek. Bízunk benne. Igen. A csoport tagjai hogy találták meg egymást, ez még így nagyon érdekelne, illetve egyféle területen dolgoznak, vagy mindenki más témában alkot? Hát számunkra nagyon fontos ez az én arszpoétikám, hogy különböző stílusok szólaljanak meg. Tehát a fotográfia sokszínű, a magyar kortárs fotográfia is sokszínű, és egyébként a Random logó az egy különböző színekből álló szélforgó, ami ezt jelenti, vagy ezt testesíti meg. A mi célunkat az, hogy a fotográfia különböző stílusait mutassuk be. Az indulási pontunk, ez első közös kiállításunk 2012-ben a Mai Manóházban volt, amely egy nyílt pályázati felhívás keretében egy kurátori válogatás által jött létre. Ennek a kurátora Kincses Károly volt, a Mai Manóház művészeti vezetője és fotomuzeológus, és tulajdonképpen a Károly által összehozott csapat lett a magja ennek a kortárs csoportnak, de utána bővültünk több alkotóval, és hadd említsem meg, hogy most novemberben ismét lesz egy nagy kiállításunk a fotóhónap keretében. November 13-án nyílik a Megújuló Kolta galériában.
ez egy zárt csoport, mert Magyarországon ugye majdnem azt mondtam, rettenetesen sok futós van, de egyébként igen, tehát ezt nem tagadhatjuk. Csatlakozni lehet-e hozzátok, illetve a csoporthoz? Igen, természetesen, tehát tartunk felvételét, viszont tehát nálunk két alapel van, az egyik a magas minőség, a másik pedig a stílusok különbözősége. Tehát tulajdonképpen aktív alkotókat várunk, akik magas minőségben dolgoznak, akik már a pályájukon elértek már valamit, és van felvételünk, viszont most fogjuk meghirdetni a felvételit, viszont csak pár embert veszünk föl, mert nem szeretnénk egy nagy szervezetté válni, hanem inkább ezt a minőségi és ezt a belsőséges kapcsolatot szeretnénk megtartani. Illetve nyilvánvalóan a látogatókat is várjátok, akik megcsodálják ezeket a képeket. Feltétlen a galériánkban, így van. Pontosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.